Tehát a felhelyzet, hogy el tudtak volna egy 8-as csomagként üresüljen. A buszimetről nem csak idézett, természetesen csak idézett az ilyen szövegét. Tehát a, gyakorlatilag így lehúzza a nyitóernyő, lehúzza a kioltozsát, a tárzsát, az eltőernyő, és egyből nyílik is az eltőernyő, az RS4x4 ellen típusú eltőernyőkkel. Kiugrani a 25, magyarul vagy csak 25x88-as könnyű vegyes zászlója, 2x10 fő. Mondhatni, hogy ez a bizonyos módszer, ugye? Az eltőernyítás. Így van, ez a bizonyos módszer. Számolgatás, meg a medicinálatot, meg megvinnem ki, hogy is a kormányzás, hogy követéses, módszeres ugrás, lesz egy kupola formaugrás, ami nagyon szép piros-fehér-zöld eltőernyőkkel fognak kiugrani. Lesz egy úgynevezett buvogós, aki kitalálta ezt a két eltőernyős, ők így nevezték ezt a formát. Hogy voltam még? Titok marad. Meg kéne tőlük kérdezni egyszerűen. Igen, és illetve lesz úgynevezett zászlós ugrás. Nos, lássuk, hol vannak a helikopterek közben. Így van, a helikopterek közben az ugró. Ugye, amikor kiugranak és amikor nyitják az erdőt, akkor az a zászló még jó fa rejtve van. Igen, egy fém tokban, fém vagy műanyag tokban van a lábok az erősítve, és az eltűnések egy karabiner segítségével kinyitják ezt, és akkor az alján van egy picike súly, hogy meg legyen teszik meg az eltűnye, ne csak egy roncs, darab roncsként lap. A módszerrel is állnak be egymás megészítve. Az eltűnyések közben a piros fehér zöld, a formaugrás is összeállt. Gyönyörű szépen jön le a nagy nemzeti zászló három eltőernyős. Így van, Honvédi Pontefő Egyesület tagjai. Ők nagyon szépen jönnek, ugye, hogy van csinálják.